Köszöntöm kedves nézőinket! Lássuk, milyen programokat ajánlunk Önöknek a következő hétre. Este 7 órától a Gárdonyi Géza Színház stúdió színpadán a Kamil című monodrámát, a nagy színpadon pedig a Konyha című előadást láthatják. A Kisbakancsosok baráti köre forrástúrát szervez Felsőtárkány, Lökbérc, Imókő, Lambotház, Stimecház, Varróház, Felsőtárkány útvonalon. Indulás reggel 8 óra 50 perckor az Egri autóbusz pályaudvarról, érkezés ugyanide. Az úti költség diákoknak 350 forint. 9 óra 30 perckor kezdődik a 12. országos mesevetélkedő megyei döntője a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. 10-től 12 óráig törpülő kézműves játszóházat szerveznek óvodásoknak és kisiskolásoknak, szintén a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. A gyermekek ezúttal mozaikkal díszített irattartót készíthetnek, a belépő 500 forint. A Forrásban 11 órától tartják a diák alkotók 5. országos Zománc művészeti biennáléját. Délután 5 órától ugyanezen a helyszínen a Tehetséges Zenész Fiatalok Életre kelt hangok című koncertsorozatának 12. estén Pál Gréta és Grósz Attila musical részleteket ad elő. A belépő 350 forint. Az Uránia mozi nagy termében a Mindenképpen talán című angol romantikus vígjátékot vetíti a film tartalmából. Minden gyerek tudni akarja, hogyan találkoztak és estek szerelembe a szülei. A válófélben levő Will, mikor kislánya felteszi neki a nagy kérdést, elmeséli élete három legfontosabb kapcsolatát, de a történetben felcseréli a neveket. 17 óra 30 perckor tartják az Angol Filmnapok hivatalos megnyitóját a Művészetek Házában, majd a Liam című filmdrámával meg is kezdődik a programsorozat. A belépés az első filmre ingyenes, a további vetítésekre alkalmanként 500 forint. A Liam tartalmából. A háború előtti Liverpool ír munkás negyedében élő dokmunkás katolikus feleségének eltökélt szándéka, hogy három gyermeküket szerető és istenfélő környezetben neveli fel. Tereza lányuk egy gazdag zsidó családnál dolgozik, hite azonban megrendül, amikor rájön alkalmazója ügyvenségére. Az ifjabb fiú, a 7 éves Liam, szintén belső konfliktusokkal katolikus bűntudata komolyan. 19 óra 30-tól szintén a filmnapok keretében a Young Adult című filmet vetítik, melyet 2003-ban a brit független filmdíjra jelöltek legjobb női, illetve férfi alakítás, valamint rendező kategóriában. A Művész moziban 17 óra 30 perctől a Sírhely kilátással című romantikus vígjátékot nézhetik meg a film tartalmából. Boris, a temetkezési vállalkozó két dologról álmodott fiatal korában, a táncról és Bettyről. A lány titokban szerelmes volt belé, de az apja óhajára máshoz ment férjhez. Boris is búcsút mondott álmainak, és átvette a családi vállalkozás vezetését. És minden maradt is így mindkettőjük életében egészen mostanáig, amikor is Betty anyósa a túlvilágra költözött. Az Angol Filmnapok keretében a Művész moziban egy másik filmet is játszanak, 19 óra 30 perctől a Gosford Park című filmdrámát láthatják. 16 óra 30 perctől a Bartakovics Béla közösségi házban az Érfal belhártyájának működése és szerepe az egészség megőrzésében címmel dr. Kulcsár Géza biokémikus tart előadást, a belépő 400 forint. 17 óra 30 perctől a Művész moziban az Elizabeth az Aranykor című angol filmdrámát, 19 óra 30-tól a Vera Drake című filmet vetítik. A Vera Drake tartalmából. A főszereplő az 50-es évek Londonjában él családjával. Nem gazdagok, mégis a maguk egyszerű módján boldogok. Vera takarítónő, de titokban mással is foglalkozik, valami olyasmivel, amiről még a családjának sem beszél. 16 órától az Egri Torforgatók sorozat keretében Cseh Károly költőműfordító tart előadást a Bartakovics Béla közösségi házban. 19 órától a Gárdonyi Géza Színház nagy színpadán a Nagyra törő, a stúdió színpadon pedig az Emésztő tűz című darabot láthatják. Az Uránia moziban a héten két új filmet vetítenek, a nagy teremben minden nap 16 óra 30 perctől az Arany iránytű című amerikai fantasy, a kamarateremben pedig 17 órai kezdettel az Életek énekét.
Az Életek éneke egy 9 részes tévésorozat másfél órás mozi változata, melynek kiinduló pontja, hogy Fodor Sándor kalotaszegi prímás temetése alkalmából összegyűlnek a tradicionális népzenét játszó erdélyi, cigány, magyar és román muzsikusok összesen 27-en. A gyászoló zenészekből egy hatalmas banda alakul. Válogassanak kedvükre az elhangzott programokból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!